Folytatódik is az egyenlítő, továbbra is a Balaton család két tagja, Balaton Csenge és Balaton Zoltán a vendégeink. Ott hagytuk abba, hogy négyen, egy viszonylag kis térben, 3-4 hónapon keresztül vagytok az északi vizeken. Kinek mi a feladata? Milyen az élet ilyenkor a vitorláson? Hát az én feladatom a hajónak a biztonságos kezelése, az útvonal meghatározása, és tulajdonképpen a napi döntéseknek a meghozatala. Csenge ebben nekem nagyon sokat segít, meg ezeknek a végigvitelében. Csengének van hajóvezetői engedélye, és az évek során ugye mentálisan is egyre inkább felkészült erre a feladatra. Kristóf úgy gondolja, hogy az ő feladata az, hogy a köteleket lehető legjobban összecsomózza, és a legtöbb lehetetlen helyzetet hozza ki a kabinban, tehát hogy még ne tudjunk átjárni sehol. De emellett csintalan kisgyerek, tehát hogy mindent megcsinál, amit csak egy ilyen 6-7-8-9 éves gyereknek meg kell tennie. Tehát édesanyja pedig elsősorban a konyhában jeleskedik, de amikor helyzet van, akkor természetesen ő is kint van és segít. Csenge, egyértelmű volt, hogy elvégzed ezt a vizsgát, és te is kapitány leszel? Igen. Igazából annyi tudást kaptam az évek során, édesapától a vitorlázás során, hogy kár lett volna nem megcsinálni egy ilyen vizsgát. Igazából az oktatáson oda se kellett figyelnem, mert már tudtam mindent, úgyhogy csak megcsináltam a vizsgát, és kész. Ha már tanulásnál tartunk, akkor ilyenkor 3-4 hónapon át hogyan tudnak a gyerekek tanulni, akkor még, sőt az elején még akkor gimnáziumba jártál, Kristóf pedig még csak az általánost kezdte, tehát hogy hogyan lehet ilyenkor az iskolából kimaradni? Általában úgy szoktuk, hogy én megyek előre, akkor én a hajó felkészítését megcsinálom, és ők akkor jönnek utánam, amikor vége az iskolának. Ez nem igaz az őszi időszakokra, mert akkor mindig szoktunk kikérőt kérni az iskolából, és olyankor egy-egy hónappal általában mindig később érkezünk haza, és akkor szeptember legvégén, október elején, október közepén érkeztünk haza, és akkor mentek a gyerekek iskolába. Igen, azt a tananyagot pedig igyekszünk előre kikérni, tanulgatni a hajón, amennyire lehetséges, és igazából felzárkózva megérkezni. Mit csinál a kapitány a hajón? Mi a feladat? Sőt, azt mondod, hogy ha helyzet van, akkor mindenki beavatkozik egy kicsit. Mit jelent ez, hogy helyzet van? Nagy hullám. Egy hajón nagyon sokféle helyzet lehet. Vannak ugye tervezhető helyzetek, előrelátható helyzetek, és vannak teljesen váratlan helyzetek. A teljesen váratlan helyzetek a legérdekesebbek, azt kell mondanom. Volt olyan esetünk például, amikor annyira muhó volt a kíváncsiságunk, hogy grizzly medvét nézzünk, hogy a végén fennakadtunk a parti fővenyen, és a 4 méternyi tenger mind visszahúzódott, és kimaradtunk a tengerparton, úgyhogy a tenger visszahúzódott, vagy 300 méterrel, és ott jöttek-mentek a grizzly medvék körülöttünk, és mi ott voltunk egy partra vetett hajóval. Na most azért ezeket is meg kell oldani. Tehát vannak kisebb feladatok, nagyobb feladatok. Egy ilyen feladatot hogyan oldasz meg? Hát első az, hogy a hajót biztonságba helyezzük, tehát hogy ne dőljön az oldalára, akkor ott, hogy meg kellett támogatni. Nagyjából ezzel, tehát amikor ezzel valamilyen szinten végeztünk, akkor nyakamba vettem Kristófot, és felraktam egy olyan szikla tetejére, amire a medve nem tud fölmászni. Adtam a kezébe egy kötkürtöt, ami fülsiketítő. Adtam a kezébe egy jelzőfákját, ami olyan tehát egy olyan magnéziumfákja, amitől azért minden állat megijed. Megígértettem vele, hogy ez is nem esel le, másodszor, hogy csak akkor használod, hogyha tényleg jön a medve, de bíztam benne, hogy nem tud fölmenni a medve, mert én áthajló falai voltak, tehát egy gomba volt, és akkor utána elkezdtük még a hajót tovább menteni, tehát vállon kivinni az iszapon a horgonyt, hogyha majd jön vissza a víz, akkor ugye a hajó ne sodródjon kijebb, és hát szépen minden olyan dolgot megcsinálni, ami még ahhoz kell, hogy a hajó később biztonságosan tovább vihető legyen. És azt terveztük, hogy a
azt a 6 órás ciklust, amíg újra visszajön a víz, azt majd mi is a sziklán töltjük. De hál' Istennek volt egy ilyen állandóan ott horgonyzó, medve néző turistahajó az öbölben, és ők jöttek csónakkal, hogy hát látták, hogy mi történt velünk, és hogy nagyon szívesen megvendégelnek minket az éjszakára, hogy addig ott aludjunk. És akkor, amikor hajnali 2-kor jött a dagály, akkor visszajöttek minket a hajónkra. Milyen csapatmunka kell egy ilyen helyzethez, hogy meg tudjátok oldani? Meg milyen hideg vér, hogy nem kezdünk el sikítva rohanni, hogy úristen, megesznek a medvék, és a hajó el fog borulni, hanem ott a feladat meg kell oldani. Édesanyja se? Orsolya se? Ilyenkor azt nem mondjatok már valamit, legalább valaki, hát, valaki temperamentuma hát, olyan. Őszintén szóval már így hozzászoktunk az évek alatt, már elég magas az inger küszöb. Igen. És azt hozzátok haza Magyarországra is, tehát itthon is, akkor ez a teljes nyugodtság. Na nem. Az csak ott van. Nem. Ez akkor, amikor helyzet van. Tehát úgy, egyébként, amikor nincs helyzet, nincs igazi helyzet, akkor azért nálunk is azért vannak szikrázások, meg kanálcsörgés, meg edénycsörömpölések. Tehát nem. Viszont amikor helyzet van, akkor tudni kell azt kezelni. Volt egy másik helyzet, egy röpke 27 órás vihar, az hol ért titeket? Na olyan is volt. Ez az északnyugati átjáró bejáratánál volt, még nem abban az évben, amikor elindultunk, hogy átmenjünk rajta, hanem az előtte lévő évben, amikor mi csak kacsingattunk, hogy hát lehetséges. És ezek után is. Igen, ezek után is. Ott több hajó is volt, ott horgonyoztunk mindannyian, és hát igazából viharruhában álltunk végig, és néha így felváltva egy kicsit így oldalra döltünk, és aludtunk. De hogy ott végig készenlétben kellett lenni, hogyha csúszik a horgony, akkor egyből motorindítás, mert kömeg kicsúszunk a partra. Úgyhogy ez az egy meredek helyzet volt. Például nem lehetett úgy kimenni a fedélzeten, hogy álltál, mert egyszerűen elvitt a szél. Szóval így kúszni kellett, mint a kommandósoknak. Úgyhogy ez az egy nagyon komoly helyzet volt, de ugyanennek a példája, hogy megoldottuk, és... Hát ugye úgy kell elképzelni, hogy nálunk az emberek inkább a kilométer per órát ismerik, a hajósok csomóban mérik a szélerősséget, meg a sebességet. De hogyha kilométer per órában beszélünk, akkor 100 kilométer per óra feletti szelek voltak 27 órán keresztül. Te úristen! És ezt kellett hát a Kristófot elviszi azonnal. A Kristóf remekül érezte magát. Mit csinál? Úgy pörgött a szélgenerátorunk, mint még sose, mert ugye elfelejtettük időben lekötni, mert olyan hirtelen jött a szél. A szélgenerátor annyi áramot termelt, hogy Kristóf annyi filmet tudott nézni benne a laptopon a kabinban, hogy ő ezt nagyon élvezte. Ő ezt nagyon élvezte. Mondjuk hát persze, tehát ő is be volt öltöztetve, tehát mi viharruhába ugrásra készen ott álltunk, hogy ha bármi van, akkor tudjuk. Milyen érdekes. Ez egy ilyen esemény, azért az emberek jó részének elveszi a kedvét egy örök életre. Igen. És a következő esztendőben, amikor kérdeztem, hogy megyünk-e, ennek a hatására, tehát hogy ha már ezt is megcsináltuk, ez úgy csapódott le a családban, hogy hát ha ezt is túléltük, akkor menjünk. Lehet előre... És mentünk. Lehet egyébként előre látni ezeket a helyzeteket? Vagy egy nappal előre tudtad, hogy ez lesz? Valamilyen szinten, igen, tehát tudtuk, hogy jönnek szelek, de hát ezeknek a szeleknek körülbelül a felére számítottunk, vagy a kétharmadára. Illetve lényegesen... nem igazán tudsz hova menni. Az volt az egyetlen biztonságos ebből a környéken. Igen, tehát ez mondjuk volt ott 7 hajó, hát mindegyik küzdött azt kell mondom, az életéért. És nekünk az őrangyalénk azok kiváló munkát végeztek, mert így szerintem csapatostól ültek a horgonyon, hogy az ott kapaszkodjam. Tehát mi azért szoktunk adni az őrangyalénknak munkát és feladatot. Előbb kérdeztem, hogy milyen az élet a vitorláson. Tényleg érdekel például az Orsolyának a helyzet, hogy ő hogyan főz, süt, Kristófnak még születésnapi tortát is csinált. Hát, hogyan oda van kötve ott... a sütőhöz. Ki? Orsolya? Hát, igen. Tehát ugye amikor dől a hajó, igen, akkor minden dől. És a tűzhelynél van egy heveder, amivel oda tudja kötni magát. És úgy főz. Igen. És a sütő pedig beáll szintbe. Van ugye két
ilyen cső, ami oldalt fogja, és akkor ez pedig szépen bérleg, úgyhogy mindig vízszintesben van. Igen. Mit tesztek 3-4 hónapig? Hát próbálunk változatosan enni, amennyire lehet, de hát általában rizst, tésztát, szószokkal, konzervek, zöldségkonzervek, gyümölcskonzervek, húskonzervek. Hát illetve halat. Amit lehet. Igen, amikor fogunk halat, akkor halat. Amikor kaptok egy nagy adag lazacot, meséljünk csak erről, más csak olyan. Vágyakozik a lazac után. Sok érdekes történetünk van, ilyen lazacos történetünk. Ugye hát a lazac, tehát hogyha elkezdünk horgászni, akkor általában, te ott nagyon bő a tengernek a halállománya, és akkor nem tudjuk megállni azt, hogy mondjuk 2 halat fogjunk, vagy 3-at, és általában az orsi így 7-8 halnál szokta azt mondani, hogy most aztán elég legyen, és onnan kezdve már csak sporthorgászat van, hogy amit az ember kihúz, azt visszadobja, és sokszor előfordult az, hogy több időbe telt a halat leszedni a horogról és visszadobni, mint a következőt kifogni. Nagyon, tényleg nagyon érdekes. Na most de a halnak ugye a feldolgozása, tisztítása, belezése, pucolása, sütése, ez azért egy elég ilyen, tehát nem, ezért nem szeretem munka, és ha már egyszer ugye az orsi is neki fog ennek, akkor viszont van egy jó időre hal a hajón. Nagyobb badag. Ebből szoktak is ilyen belső feszültségek alakulni, hogy amikor a gyerekek egy idő után azt mondják, hogy ma már bármit, de lazacot nem. Igen, nem, már tényleg mindent lazacsal, szóval ettünk lazacos palacsintát hollandi mártással, meg anya csinált lazacgulyást, meg rántott lazacot, meg simán elkészített lazacot, meg mindent, és tényleg amikor úgy kezdsz, hogy ma már nem akarom lazacot enni. Ezért lettél vegán, nem csak a környezetén. Igen, csak azért, hogy lazacot ne kelljen. Igen, egyébként én azóta lettem vegán, hogy legutóbb voltunk. Úgyhogy ez egy új helyzet lesz. Nem tudom, hogy milyen lesz. Ugyanis ugye nem jutunk friss gyümölcshöz, friss zöldséghez, de majd áthidaljuk, megoldjuk. Megfogod. Biztos jó benne, hogyha kell, akkor meg fogod oldani. Még gyakorlati kérdések, hogyan lehet ott fürödni, hogyan lehet kimenni a mosdóba, vagy tehát azért 3-4-5 réteg ruha van rajtatok. Igen, jaj, nagyon vicces, hogy így be van tűrve, és akkor először leveszed a nadrágot, aztán felhozod a pólót, aztán a következő nadrágot, aztán a következő pólót. És ez megcsinálod még 3-szor. Mennyi ideig tart egy ilyen folyamat? Hát általában, ha valaki elmegy pisilni, akkor az egy 1/4 óra, mire levetkezik, meg felöltözik. Úgyhogy igen, de WC-nk az van. Hát egyébként meg ilyen kis cicamosdást szoktunk csinálni, melegítünk vizet, és akkor úgy. Rendes nagy mosdást pedig, amikor elérünk egy városban, és akkor ott az iskola tornatermének használjuk a zuhanyzóját, vagy valamilyen egyéb helynek. Szóval általában, ha városba jutunk, akkor ott mindig keresünk ilyen lehetőséget. Most Csengi azért kicsit elnagyolja ezt a dolgot, a várost azért úgy kell elképzelni, hogy van olyan 100 még 150 fős település, vagy 500 fős település, ezer Sziszi Miut, amelyikben tartottuk a hajunkat, az Grönland második legnagyobb városa, ott már 5000-en laknak, de hát az már ott kiemelkedő nagyságú település. Tehát ilyen pici települések vannak, általában nagyon jól ellátva, de úgy értve, hogy iskola van, repülőtér van, kikötő nem mindig van, tehát a grönlandi részeken ott van, a kanadai részeken ott nem szokott lenni. Ott csak horgonyozni lehetett, vagy öbölben megállni, viszont azért az oktatásra ott is odafigyelnek, és az ilyen vándorokat, azokat szívélyesen szokták látni, tehát például az iskolának a tornacsarnokába, vagy annak a tusolójába be lehet menni, lehet fürödni. Ezek úgy megoldják, ami igen. Problémáinkat, ilyen jellegű problémáinkat. Vagy ha kutyagolunk az út mellett, felvesznek a platós kocsi platójára, hogy gyere, elviszlek a szupermarketbe, ne kelljen sétálnod, nem tudom, fél órát, úgyhogy nagyon kedvesek, tényleg nagyon segítőkészek. Igen, és hogy hajóztok ki, tehát hogy tudjátok előre, hogy akkor mikor fogtok olyan területre érni, és akkor ma megyünk vásárolni, vagy hogy néz ez? Nem. Tehát mindig az elején mindent betárazunk, igen. Elmegyünk a helyi
nagy áruházba, amit megkezdünk, hogy melyik a legolcsóbb, igen. Ott megnézzük, hogy melyik az akciós, melyik a lejárt szavatosságú. Azt azért jó, igen, van, amiből lehet. Igen, mert hogy azért tehát úgy vannak, úgy vannak az árucikkek, és akkor abból betárazunk úgy, hogy amennyire ki lehet azt számolni. Kalkulálni, hogy mondjuk 4 embernek 3 hónapra miből mennyi kell. És vannak olyan dolgok, amiket ugye nem lehet így előre megvenni, ez például a kenyér. Ott például veszünk lisztet. Lisztet, élesztőt, és akkor szoktunk a hajunk kenyeret sütni. Az igen. Az egy nagy kaland, és nagyon jó. Nagyon jó. Általában 2 kenyeret sütünk egyszerre, és az elsőnek kihűlni sincs esélye, mert egyből így széttépkedjük és megesszük magába, mert annyira finom szokott lenni, és akkor a második megmarad ilyen rendes evésre. Holnap utára, igen. Igen, igen. A 2 kapitánynak mi a feladata? Hogy néz ki mondjuk 24 óra? Hogy kell elképzelni? Váltóban alszatok, váltóba vagytok fönn? Igen. Hogy néz ez ki? Általában az éjszakai meneteket, azokat jobbára én szoktam vinni, de csengés besegít. És azt kell mondanom, mindig a fáradtság függvényében szoktuk ezeket az időszakokat váltogatni. Kezdetben úgy csináltuk, hogy 2 óra alvás, 2 óra munka, 2 óra alvás, 2 óra munka, de egy kicsikét hosszabbra növeltük ezeket, és így tudunk mondjuk úgy menni 4-5 napot, hogy nem merülünk ki, és nem fáradunk ki túlzottan. Igen. És édesanyja pedig adja a hátteret, az élelmet, meg a finom meleg teákat, az például ott éjszakon nagyon, nagyon jól tud esni. Említettétek, hogy Csenge most már mentálisan is fel tud erre készülni, erre a nagy útra. Milyen mentális dolgokra gondoltak ilyenkor? Hogyan? Van egy megtervezhető része, hogy összepakolunk, hogy megszervezzük, bevásárolunk, de mi az, ami fejben dől el? Amikor azért ott helyzet van. Tehát a helyzetet kezelni. Kell hozni. Tehát az, hogy előre tervezgetünk, van egy útvonaltervünk, amit utána megváltoztatunk, aztán megint megváltoztatjuk. Ez ugye egy ilyen szokásos dolog, tehát nekünk minden útvonaltervünk mindig megváltozik, tehát, és azt gondolom, hogy ez a normális, tehát ez a jó. Sokszor butaság lenne csökönyösen ragaszkodni egy elképzeléshez, mert mindig úgy kell csinálni, ahogy az időjárás ezt lehetővé teszi. A természettel szembe menni azért úgy hiába akarjuk, azt nem lehet. Viszont akkor, amikor bármilyen helyzet van, tehát volt, hogy nekiütköztünk a jéghegynek, volt, hogy egyszerűen a jégben eltörött a kormányunk, volt, hogy ugye partra kerültünk és kiment alólunk a tengervize, és ott maradtunk a medvék között. Volt, hogy egyszerűen csak zátonyra futottunk benn, szintén az apály jelensége miatt, mert nagyobb volt az adott töbölben, mint amire számítottunk. És ezeket a helyzeteket úgy kezelni, hogy ezek olyan helyzetek, amiből baj is lehet. Vagy éppen megváltozik az időjárást. Valamire számítunk, és egészen más lesz helyette. És ezeket mindig úgy kezelni, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőle az ember, és ugye ne a dolog vége az ne egy ilyen magyarázkodás legyen, hanem hogy átéltük, megcsináltuk, tovább jutottunk, hozzátartozott a projekthez. És igazából ezért szokták kérdezni, hogy hogyan merjük Kristófot elvinni ezekbe a... Te is kicsi voltál, amikor először voltál, de Kristóf aztán igazán. Hát, jó, hát én 15 voltam, az nem olyan kicsi, mert Kristóf 2 éves volt. Akkor lett 3 éves azon a nyáron. Úgyhogy jó, nyilván egyre nőtt és nőtt, meg én is. De hogy ugye megkérdezik az emberek, hogy mégis hogyan merjük elvinni, vagy hát inkább édesanyját. És erre szokta édesanyja azt mondani, hogy az Andrásin átgyalogolni is ugyanilyen veszélyes. Szóval, hogy minden helyzetnek megvan a maga veszélye, és tudod kontrollálni. És igazából ott vagyunk körülötte, a családja, egy nagyon tapasztalt vitorlázó, és egy szinte már majdnem ugyanannyira tapasztalt vitorlázó. Tényleg, szóval a családjával van körülvéve, és igazából olyan dolgokban nem megyünk bele, amiről tudjuk, hogy veszélyes, nyilván kialakulhatnak olyan dolgok, de akkor is annyi tapasztalatunk van már, és
és annyira jól együtt dolgozunk, hogy igazából soha nem érezzük így konkrétan veszélyben magunkat, hanem csak mindig egy kaland, amit túléltünk. Azt látni kell, hogy de mindig a természet az, ami gyakorlatilag a dolgokat meghatározza, hogy mit lehet, vagy mit kell éppen csinálni. Ez nem mindig esik egybe azzal, amit az ember szeretne. Amikor Alaszkát kerültük, például egy nagyon, de mondjuk többször is előfordult, csak itt egy nagyon emlékezetes, hogy egy több napos vitorlázás után végre valahára be tudtunk bújni egy földnyelv mögé, ahol már nem voltak olyan nagy hullámok, és mindenki azt gondolta, hogy végre alszunk egy jót. És akkor leraktuk a horgonyt, neki készülöttünk, megnéztük az időjárás előrejelzést, és akkor azt kellett mondanom a családnak, hogy hát, ja, mert tudtuk, hogy most még tovább erősödik a szél, és nagyobb hullámok lesznek. És akkor megnéztem az időjárás előrejelzést, és azt mondtam, hogy hát jó, most akkor megvacsorázunk, és akkor utána tovább kell mennünk. És akkor mindenki erre, hogy te, hogy most értünk ide, hát de most mindenki fáradt és nyűgös, és akkor szépen megmagyarázni és elfogadtatni a többiekkel, hogy igen, most rossz idő van, és amit látunk, az még rosszabb. De körülbelül 24 óra múlva ez azt jelenti, megfordul, és ugyanez jön velünk majd szembe. Tehát jobban járunk, hogyha most tovább megyünk. És akkor senki nem akarta, de mindenki elfogadta, mint döntést, tovább mentünk, jó döntés volt. Mit változtatott rajtatok az utazás, vagy amikor hazajöttök, mi az, amit éreztek magatokon? Vagy az, hogy ennyire a természet közelségébe vagytok? Én azt gondolom, hogy amikor hazajövünk, akkor van bennünk egy jelentős lelki puffer, amivel át tudjuk hidalni az itthoni konfliktusokat, nehéz helyzeteket, és egyébként egy darabig, ugye, amíg ez a puffer fel nem telik. És nagyon azt kell mondom, hogy szemléletes, az egyik alkalommal jöttünk haza, és egy barátomnál volt a kis autónk, elmentem érte, és még hazaértem, addig kétszer agresszíven rám dudáltak. Ugye ez egy 20 perces út, és az emberek általában itt a városban ezzel szembesülnek nap, mint nap mindig, és ez azért kell egy, jó, hogyha megvan ez a puffer még egy darabig, hogy az ember csak mosolyogni tudjon egy ilyenen. Csenge, itt nőttél fel? Igen. Hiszen nőttél fel? Igen, hát nekem ugye ez a kettősség, amit mondtam, hogy nagyon különböző a kettő, és amikor az ember hazajön, akkor kicsit ilyen kívülállónak érzi magát, mert egy másik környezetből jött, akkor is, hogyha egy ismerős környezetbe megy vissza, mint nekem mondjuk a gimnázium volt. De akkor is kell egy kis idő, mire az ember úgy visszaáll és átáll. Úgyhogy... És akkor a közeljövő az északkeleti átjáró, az most a terv? Sőt, ha jól tudom, még Magyarországon is tartatnak veletek vitorláson, de még kint is? Mi a terv? Volt már, hogy jöttek velünk barátok, akik velünk vitorláztak egy hetet, két hetet, három hetet, kicsit hosszabb időt is. Mi szívesen viszünk el így barátokat, ismerősöket, vagy érdeklődőket magunkkal. Én azt gondolom, hogy ezek annyira meghatározó élmények tudnak lenni, ami azért az ember életében egyszer adódik. Nekem például az egyik ilyen gyengém, tehát ugye itt például vannak a vulkánok, igen, amikhez én kifejezetten vonzódom, de a másik, azok a hatalmas emlősök, tengeri emlősök, a bálnák, a karcárnyú delfinek, medvék. Most a karcárnyú delfinekről mondanék egy történetet, ami megint csak azt gondolom, hogy ilyen érdekes. Alaszkában hajóztunk már vissza az Aleut-szigetek után Szuárt felé, de ez azt kell elképzelni, hogy 50 mérföldre körülöttünk semmi nincs. És egyszer csak Csenge mondja, hogy apa, itt egy orka. És láttuk, hogy tényleg jön egy orka, és kifejezetten kiemelkedik a vízből, és láttuk a szemét, hogy úgy megnéz bennünket. Ez volt egy nagy orka csapatnak a vezérhím.
aki eljött megnézni azt, hogy mi kik vagyunk, és nem vagyunk-e veszélyesek a családjára. És ez egy igazi nagy család volt, voltak kicsi orkák, akik mint egy óvodával úgy mentek az anyákkal, akik úsztak mögöttük, hogyha meg kell emelni, hogy föl tudjon jönni levegőért, vagy ilyesmi, és előtte eljött a nagy hím megnézni bennünket, hogy nem vagyunk-e veszélyesek a családjára. És rettentő távolságban sehol semmi nincs. Úgy felmerült bennem, hogy mi lett volna akkor, hogyha esetleg azt ítéli meg, hogy mi veszélyesek vagyunk a családjára. Hát ilyen élményeitek vannak, úgyhogy aki szeretne csatlakozzon nektek, pedig nagyon sok sikert a továbbiakban, és remélem, hogy akkor jövőre már úgy jöttök, hogy már túl vagytok a következő nagy kalandon. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Önöknek pedig a megtisztelő figyelmüket köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is, addig pedig látogassák meg Facebook oldalunkat, illetve honlapunkat. Viszontlátásra!